Csipet Íme, a Topolyai Művelődési Ház igazgatónője a vendégünk, akit abból az apropóból hívtunk meg, hogy elbeszélgessünk a jelenleg zajló, de az előttünk álló művelődési rendezvényekről is. Szeretettel köszöntelek műsorunkban, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszöntöm a televízió nézőket, és köszöntelek benneteket itt a stúdióban. Még tartanak a téli esték előadásai, beszélgetései, de viszont javában készültök már a tavaszi rendezvényekről is. Mi az, ami még a februári rendezvénysorozatból hátra maradt? Idestova harmadik éve kerekítő foglalkozásokat hirdettünk. Most február 25-én, tehát csütörtökön a legkisebbeket várjuk. Azonos, tehát változatlan időpontban, 5:30-tól a mondókás mókával a picikéket, és ezt követően 17:30-tól pedig a már járni, tipegni tudókat a bábos tornára. Változatlanul a Művelődési Ház kiállító terme ad otthont ezeknek a foglalkozásoknak, és azt is ismételten el kell, hogy mondjam, hogy nem csak visszatérő vendégekre számítunk, hanem új arcokat is nagyon nagy szeretettel várunk, mert úgy gondolom, hogy sok-sok móka, sok-sok kacagás vár a kicsikre, szülőkre egyaránt, akik eljönnek. És természetesen még a felnőtteknek is tartogatunk meglepetést február hónapban. Február 26-án pénteken este 7 órától egy monodráma zárja majd igazából a februári műsorkínálatunkat. Így és Lénárd, hódmezővásárhelyi születésű szabadúszó színművész Novecento című monodrámájával járja most egyébként Vajdaság településeit. Örülünk annak, hogy Topolyára is ellátogat. Tehát az előadás este 7 órakor kezdődik a moziteremben, és 150 dinára belépő. Természetesen várunk mindenkit szeretettel. És utána ugye a márciusi hónapunk még talán nem lezárt a műsortervünk, de már nagyon-nagyon sok programról beszámolhatunk. Rögtön március 1-én, ugye kedd lévén folytatódnak a topolyai téli esték. Fél időn már túl vagyunk, március 1-én a sorrendben 5. előadást Sihelnik József tartja, a címe pedig Vadászmese. És akkor, hogyha most a téli estéknél tartunk, akkor még így március hónapról a téli estéknél maradnék. Március 8-án egy igazi különlegességgel készülünk, meglepetés, amelyik nem csak nőknek szól. Nagyon nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy dr. Raffai Endre elfogadta a meghívásunkat. Ő egyébként zentai születésű művészettörténész, jelenleg a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának, művészettörténet tanszékének a vezetője, valamint a Képzőművészeti Intézet igazgatója, és egy alkalomhoz illő témával rukkol majd elő március 8-án. Én felolvasnám, mert annyira találó a cím, hogy nem, tehát szeretném pontosan idézni. Tehát az előadásának a címe: Nők fekve és festve, ülve és állva, nők padlón, falon és mindenütt. Természetesen nem csak a női közönségünket várjuk, hanem mindenkit. Én azt hiszem, hogy igazi felüdülés lesz ez az előadás. Március 15-én az Arkusz szervezésében szintén magyarországi vendégelőadó Galli László tanár úr, egyetemi tanár, Széchenyi Díjas biológus lesz az előadó, és az előadás sorozatot majd március 22-én zárjuk, amikor reményeink szerint dr. Gerold László tart előadást. Úgyhogy továbbra is nagy szeretettel várunk mindenkit minden kedden este 18 órától a Művelődési Ház kiállító termében, de természetesen a topolyai téli esték mellett még nagyon sok program várja az érdeklődőket. Kiemelném azt, hogy március 2-án, most már második alkalommal utazunk Belgrádba, a Terézia Színházban a Mamma Mia című musicalt tekintjük meg, még van néhány szabad hely, úgyhogy aki érdekelt, az jelentkezzen nekünk. Március 3-án, tehát márciusban is folytatjuk a 3D-s sikerfilmek vetítését a moziteremben. Márciusban is gondolunk a legkisebbekre. 12-én délelőtt 11 órától a budapesti Amethyst Bábszínház Mazsolai Stádi
örökérvényű. Én azt hiszem, hogy 0-tól 99 éves korig ajánlott, tehát a Mazsola és Tádi című bábelőadás lesz műsoron. Itt a jegyek egységesen 400 dinárba kerülnek, de a következő szombaton is, tehát március 19-én is lesz gyermekelőadásunk, szintén 11 órától, akkor szerbnyelven és a Szabadkai Gyermekszínház James és az Óriás Barack című gyermekelőadását tekinthetik meg majd az érdeklődők. Beszéltünk a gyermekekről és arról, hogy mindig nagy szeretettel gondolunk a legfiatalabb közönségünkre. Március 12-én tartjuk a márciusi kézműves foglalkozásunkat, a húsvét jegyében zajlik majd megszokott időpontban, tehát délután 4 és 6 óra között a kiállító teremben. De természetesen a felnőttekre is gondolunk. Március 20-án, az egy vasárnapi nap, este 19:30-tól pedig Maksa Zoltán, Karinti Gyűrös humorista lesz a vendégünk. Best of Maksa címmel tart majd egy humoros estet. Valójában saját válogatásai, számára a legkedvesebb kabaré számai kerülnek majd műsorra, stand-up szövegei, úgyhogy már erre is lehet jelentkezni, aki esetleg el szeretne látogatni erre a humoros előadásra. Úgyhogy, amit nem mondtam, hogy szernyelven is március 11-én lesz előadás, a Prevaranti című előadás ismert és elismert színművészek közreműködésével, mint Kalina Kovácsevics, Milorad Mandic Manda, Gyigyana Blagojevics és Szonya Knézsevics szereplésével. De természetesen nagyon nagy szeretettel készülünk már a húsvéti ünnepekre is. Mielőtt azonban rátérnénk a húsvéti rendezvényekre, térjünk egy kicsit vissza. Említetted, hogy még van néhány jegy a Mamma Mia musicalre. Nem mondtuk, hogy mennyibe kerül. Az út, tehát Belgrádig autóbusszal utazunk és vissza, valamint a színházi belépő jegy összesen 1750 dinárba kerül. Délután 4 órakor indulunk Topolyára, és az előadást követően indulunk vissza, ami semmiképp sem lesz korai, tehát olyan éjfél után, egyfél, kettőkor tervezünk hazaérni. De megéri. De megéri, láttad már? Igen. Én nem láttam még a Mamma Miát, igazából ez egy nem tervezett előadás, ugyanis február 23-ára mi a Chicago Musicalre szerettünk volna menni, de mivel egyik művésznő betegsége miatt ezt az előadást elhalasztották, így a Mamma Mia előadásra kaptunk helyet, és ezért is van még néhány szabad helyünk. Általában, tehát most itt a téli időszakban a Terázia Színház kedvezményes jegyeket árul, különben nagyon-nagyon borsosak a belépőjegyek, úgyhogy, és ezek a jegyek is korlátozott számban elérhetőek, és általában, tehát múltkor is, és a Chicagóra is, meg hát a Mamma Miára is kis autóbusszal, tehát 32 férőhelyes autóbusszal utazunk, és elég nagy az érdeklődés, úgyhogy mindenképp, tehát már régen dédelgetett álmunk ezt, hogy az Újvidéki és a Szabadkai Színház látogatások mellett egy kicsit távolabbi színházakat is felkeressünk, meg olyanokat, ahol még nem jártunk, és én azt hiszem, hogy mindenképp gyakorlattá válik majd, mert tényleg nagy az érdeklődés, és nagyon-nagyon színes a műsor kínálatuk. Külföldben nem gondolkodtak? Gondolkodunk Szegedben, esetleg Budapesten, de az megint egy hosszabb szervezést igénylő rendezés, úgyhogy mindenképp terveink között szerepel. Amit most ajánlottak, és amit tudjuk, hogy nagyon jó a Zombori Színház, és nagyon jó előadásaik vannak, úgyhogy lehet, hogy azt is megpróbáljuk, de mindenképp, tehát nagyon szeretnénk, ha Budapestre nem is, de Szegedre közeljövőben. És Maksa Zoltánra jegy? A Maksa Zoltánra a jegy 200 dinárba kerül, én azt hiszem, hogy ez szimbolikus összeg, tudva művész úrnak a munkásságát és az életpályáját, tehát már lehet jelentkezni, igazából még úgy fennhangon nem hirdettük, itt valójában itt mondom most először önöknek,
ő is egy vajdasági kis turnén szerepel március közepén, úgyhogy ennek keretei között érkezik majd Topolyára is. Én remélem, hogy sokan kíváncsiak lesznek rá. És akkor március 21-én beköszönt a tavasz. Nézzük a tavaszt, és nézzük, hogy mit terveztek húsvétra. Igen, a művelődési házat többször beköszönt majd a tavasz, tehát hagyományos az, hogy a húsvéti ünnepeket megelőzően kiállítással, vásárral készülünk. Most viszont a két, a katolikus, valamint a pravoszláv húsvéti ünnepkör túl távol esik egymáshoz, ahhoz, hogy egy összefüggő és egy egységes rendezvényt szervezzünk, ugyanis a katolikus húsvétot március 28-án, míg a pravoszlávot május 1-én ünnepeljük, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy az túl hosszú lenne, hogy a faházikók ugye több mint egy hónapig várják a látogatókat. Én azt hiszem, hogy arra nincs igény, sőt, egyszerűen anyagi lehetőségeink sincsenek arra. Ezért két kisebb volumenű rendezvénnyel készülünk, de úgy gondoljuk, hogy ez is színes lesz, és nagyon-nagyon számítunk a közreműködőkre. Most egy tavasz köszöntő kiállítással, valamint egy kisebb jellegű kézműves vásárral, kiállítással egybekötött vásárral készülünk. Már folyamatban van, megjelentettük a rajzpályázatunkat, ezúttal az óvodások, valamint a kisiskolások, tehát általános iskolák első és második osztályaitól várunk pályamunkákat. A téma a tavasz, vagy pedig a húsvéti ünnep, aki esetleg most ünnepli, természetesen a húsvéti ünnepkörrel is pályázhat. A4-es rajzlapon kell, hogy készüljenek az alkotások, készülhetnek ezek az oktatási intézményben, de természetesen otthon is, és március 14-ig kell eljutatni a művelődési házba, és a mozi folyosóján nyílik majd ezekből a beérkezett alkotásokból, és nagyon reméljük, hogy szép számban érkeznek majd. Elsősorban a község településeiről várjuk az alkotásokat. Nem azt jelenti, hogy távolabbi településekről most nem fogadunk, de természetesen most elsőséget élveznek a Topolya községbeli kisgyermekek. És a kiállításból március 21-én nyílik majd a kiállítás, délelőtt 10 órakor tervezzük ezt. Párhuzamosan ezzel a mozi előcsarnokában pedig egy kisebb, de én azt hiszem, hogy nagyon színes kézműves kiállítás, vásárral egybekötött kiállítás zajlik majd, ami csütörtöke a délutáni órákig fogadja a látogatókat. És párhuzamosan, tehát azok most nincs helypénz, tehát akik árusítanak, és akik bemutatják a kézműves termékeiket, amik természetesen a húsvéti ünnepkörről, vagy a tavaszról szólnak, ezek az előadók, ezek a kézművesek vállalták azt, hogy helypénz fejében kézműves foglalkozásokat tartsanak a valamikori fórum helységében. Ez egy próbálkozás volt, amit decemberben a téli varázslat ideje alatt próbáltunk meghonosítani, és nagyon-nagyon elégedettek voltak azok a diákok, pedagógusok, akik részt vettek ilyen műhelymunkákon, úgyhogy már most felhívjuk a szíves érdeklődők figyelmét, hogy akik esetleg részt vennének. Itt az iskolásokra gondolunk, tehát egy műhelymunkára egy osztályt tudunk fogadni, és az érdeklődők már jelentkezhetnek a művelődési házban, hogy utána az időrendet megcsináljuk, mert rövid az az idő, tehát ott hétfőket szerda, amikor tanítási nap, csütörtökön már a gyermekek nem mennek iskolába, úgyhogy úgy kell megszerveznünk, hogy mindenki elégedett legyen. Ezen kívül abban az időszakban lesz még egy szemlénk is, a községi gyermekszínjátszók szemléjét március 23-án tartjuk, amire szintén várjuk majd a diákokat, a bejelentkezések folyamatban vannak, tehát ezt is majd meghirdetjük, hogy pontosan hány órakor melyik csoport és milyen címmel tart előadást, verseny jellegű, de természetesen nyílt rendezvény, tehát fogadja a látogatókat. Tudni-e azt, hogy milyen kézműves foglalkozások lesznek, milyen fajta?
Igazából most van folyamatban, tehát ezt általában a kézműves, tehát itt elsősorban kézműves csoportok Topolya községből érkeznek főleg, de a quilling technikától a papírmasén, tehát lesz tojásfestés, tehát lesz, ami szorosan a húsvéti ünnepkörhöz kötődik, de természetesen más egyéb technikákat is elsajátíthatnak majd az érdeklődők. Decemberben nagyon-nagyon színes volt, tehát a könyv születésétől kezdve egészen a fa égetésen keresztül a quilling technikán, tehát nagyon-nagyon széles volt a paletta, és én azt hiszem, hogy ez ezúttal is így lesz, csak rövidebb a rendelkezésünkre álló idő most, úgyhogy jól kell szerveznünk. Hát hallva ezekről a programokról, azt hiszem, hogy a művelődési élet és a kézművesség kedvelői ezúttal sem fognak unatkozni itt Topolyán és a környezetben. Javasoljuk, hogy minél többen látogassanak el ezekre a rendezvényekre, higgyék el, megéri. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm.